Megszépült esztétikus környezetben folytatódhat az óvodai nevelés a Salgótarjáni összevont óvoda két intézményében is október 27-től. Ekkor adták hivatalosan többek között a Bagjasi tagóvoda kívül és belül egyaránt felújított épületét. Az átadó ünnepség keretében Fekete Zsolt polgármester elmondta, jövő év végéig valamennyi salgótarjáni óvoda megújul, hiszen nagyon fontos, hogy a gyermekek nevelése a 21. század elvárásainak megfelelő intézményekben történhessen. Azt a fejlesztő munkát, amit az óvodapedagógusaink bizton állíthatom, hogy nagyon magas színvonalon látnak el, ahhoz a városnak kötelessége, hogy egy magas színvonalú, a 21. századnak megfelelő infrastruktúrát biztosítson, és ettől tőletek gyerkőcök pedig azt várjuk, hogy itt minél többet tanuljatok, minél jobban fejlődjetek, és az iskola elvégzése után olyan tudást szerezzetek, amivel majd a városnak ezt a szép intézményt, a gondoskodást majd meg tudjátok köszönni munkátok során. Cikoráné Bejci Zita tagóvoda vezető megköszönte mindazok támogatását, akik nélkül a felújítási munkálatok nem jöhettek volna létre. Hozzátette, 70 éve működik óvoda ebben az épületben, így annak fejlesztésére nagyon nagy szükség volt. Akik régen is itt jártak, akár szülők, akár kollégák, akár régi dolgozók, ők nagyon jól tudják, hogy milyen problémákkal küzdöttünk az évek folyamán, hiszen dohosak voltak a falak, omladoztak, a nyílászárók nem működtek, a világítás az teljesen elavult volt. Nagyon sokszor, nagyon sokan jöttek, megnézték, és mondták, hogy hát igen, ráférne, és aztán nem történt semmi. És amikor bejelentette a polgármester úr, hogy bekerültünk ebbe a pályázatba, megmondom őszintén, először alig akartuk elhinni, hogy valóban megtörténik velünk ez a nagy csoda. És amikor februárban költöztünk, hatalmas nagy izgalommal, akkor lett végül is valóságos számunkra, hogy ez megtörténik. A Bagjasi tagóvoda 123 millió forintból szépült meg a terület és település fejlesztési operatív program keretében. Megújult épülethez rendezett udvar dukkál. Örömmel vették birtokukba a Hétszínvirág tagóvoda felújított épületét a körzet óvodásai. Október 27-én ennek az intézménynek a hivatalos átadása is megtörtént. Erre csöhet, addi jó, Andóné Angyal Mária óvoda vezető örömét fejezte ki a sikeres fejlesztések kapcsán, majd elmondta, talán a legjobb helyszíneken kezdődött a városi óvodák felújítása. Nagyon nagy öröm ez a mi életünkbe, hiszen olyan épületek újultak meg itt a városunkban, és most a Bagjasi óvi, illetve most a Hétszínvirág óvi, amely talán a legrosszabb infrastruktúrális helyzetben volt, és talán a leghátrányosabb szociokulturális helyzetben érkeznek ide a gyerekeink. Nagyon fontos ez azért, mert mi hiszünk az óvodai környezet nevelő hatásában, ahol a gyerekek esztétikus környezetben, egy letisztult ízlésvilággal rendelkező óvodában, jól felszerelt épületben jöhetnek, és tölthetik el a mindennapjaikat, és látják, hogy ilyen is létezik, hiszen nem mindegyik család tudja ezt biztosítani az ő számukra. A körzet első óvodája egyébként 125 éve nyitotta meg kapuit a Salgó út elején. Jelenlegi helyére 1949-ben került, ezt már Gőz Katalin, tagintézmény vezető emelte ki. Jelenleg két vegyes korosztályú csoportban 60 kisgyermek nevelését, fejlesztését látjuk el. És amikor megkaptam a hírt, hogy elérkezett az átadás napja, két dolog jutott az eszembe. Az első az a maradandó pillanat, mikor polgármester úr a karácsonyfánk átadásakor elmondta, hogy hamarosan felújításra kerül, megszépül a Hétszínvirág tagóvoda is. A második, hogy mennyire vártuk már ezt a pillanatot. Polgármester úrnak igaza volt. Gyönyörű lett, korszerű lett, teljesen átalakult az épület, ahova nagyon jó jönni, és öröm benne dolgozni. Elvehetem? Igen.
A Hét Színvirág tagobada fejlesztése 144 millió forintnyi támogatásból valósulhatott meg. A város rendelkezésére álló 9,2 milliárd forintos topos forrás bevonásával.